igazgató úr, ugye sajtóból értesültünk, hogy nagyon szép kort megélve a közelmúltban hunyt el Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós özvegye, és hát kiderült, hogy a gyulai levéltárban is van Radnótival kapcsolatos irat, ha nem is közvetlenül Gyulához kapcsolódva, de a környékre. Mi is ez pontosan? Igen, van. Mégpedig a Radnóti filológia egy kisebb fejezetének értékes forrásait őrzi a levéltárunk. 1938-ban jelent meg a Meredek út című könyve. Ennek a könyvnek a megjelenési dokumentumai, a rá vonatkozó levelek, a készülésére vonatkozó információk találhatók itt meg a KNER nyomda iratanyagában. Ez a könyv úgy került gyomára, hogy KNER Imre, a nyomda vezetője, már nagyon korán felfigyelt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumára. Azt látta, hogy itt olyan fiatal emberek gyülekeznek, akik nem politikai jelszavakkal dobálóznak, mint a kortársaik zöme, hanem a akkori magyar valóságot meg akarják ismerni, műveltek, európai kultúra részesei, és felvette velük a kapcsolatot, felajánlotta azt, hogy mint nyomdász segít a munkáik megjelentetésében, ez egy önzetlen segítség volt. Többőjükkel közeli barátságba került, a legszorosabb barátságba a Fametsző Budai Györggyel, Ortutai Gyulával, később Tolnai Gáborral is ebből a csapatból. Volt KNER Imrének egy unokaöccse és tanítványa, Hajman György, aki ebben az időben a Hungária nyomdában dolgozott, ez a Bródi család nyomdája volt, és ő ezt a barátságot megörökölte a nagybátyjától. Mivel a szegedi fiatalokkal korban azonos generációhoz tartoztak, a barátság igen hamar szorossá vált, ugyanezekkel a személyekkel, kiegészülve Radnótival, őt KNER Imre közelebbről ebben az időben még nem ismerte. És ha valahol költők, tollforgatók és egy nyomdász találkozik, ott elég hamar felmerül az az ötlet, hogy vajon könyveiket, kiadványaikat hogyan is lehetne nyomdafestékhez juttatni. Hajman György ebben az időben a Hungária nyomdában a gyártás előkészítésben dolgozott, ő tárgyalt a nyomda papírbeszállító cégeivel. Egy bécsi cégnek a budapesti vezetőjét sikerült rávennie arra, hogy egy szerény mennyiségű papírt ingyen adjon költő barátja Radnóti Miklós kötetéhez. Amikor megvolt a papír, akkor megkérte a nagybátyját, hogy a meglévő papír után egy nagyon méltányos, akár önköltségi ár alatti összegért nyomja ki a Radnóti verseit. A nagybáty erre vállalkozott, így született meg a Meredek út című kötet, amelyet Hajman György, akkoriban művész nevén Hajman KNER György tipografizált, és gyönyörű kötet született meg. A egyik levonatát tudtuk itt bemutatni. Egy olyan betűt választott, aminek az alapja nem is nyomdai betűkhöz kapcsolódott, hanem egy 18. századi francia rézmetszőnek a betűiből készítették el, és artisztikus, szép betűformát adtak ki ezek a hajdani rézmetsző betűk. Ezt választotta, ritkán használták ebben az időben ezt a francia betűtípust könyvek nyomtatásához, és egy nagyon szellős tipográfiát csinált nagy fehér hátterekkel. A művészettörténészek ma azt mondják, hogy ezzel a szedéssel a költő a versek magára hagyottságát, világban való csekély súlyát próbálta talán hangsúlyozni a tipográfus. Rendkívüli sikert hozott, Hajman György ekkor 24 éves volt, és ezzel a könyvével abban az évben megnyerte az 5 legszebb magyar könyvnek járó díj egyikét. Maga Radnóti is nagyon örült ennek a kötetnek. A kötetre végül a Cserépfalvi kiadó neve került rá. Ebben az időben már a KNER nyomda
kortársírókat nem adott ki bizonyos elvi okokból, amelyeket most itt nem boncolgatunk, mert hosszabb időt vennének igénybe. Ezért került rá a Cserépfalvi név, de a könyvhöz az tartozik hozzá, hogy a bécsi papírgyár, a gyomai nyomda adta hozzá az erőt, és azt a szerény összeget, amiben a nyomás került, Radnótinak az egyik módosabb rokona fizette ki, ez 300 pengő volt abban az időben. Itt az egyik levélben látjuk, hogy november 29-én írja Kner Imre a levelet Radnóti Miklósnak, hogy a mai napon feladtam 250 példányt az ön címére, és 36 még a Gyuriéra, ez volt az unokaöcs, és 200 példányt pedig a Cserépfalvinak. Innen tudjuk azt, hogy akkor ez eddig 530 példány, és tudjuk azt is, hogy 50 példány körüli példány maradt a nyomdában. Kner Imre még fel is tette a kérdést a unokaöcsének, hogy mit gondolsz, elég szép ez a könyv ahhoz, hogy szétküldjük Európába, a nyugat-európai partnereinknek, na és akkor ebben az évben ezt a könyvet küldték szét. Azt lehet tudni, hogy mennyi maradt belőle, hogy mennyire ritkaság, és milyen versek vannak benne, mennyire ismerik az emberek? Hogy mennyi maradt belőle, nem tudhatjuk, minden esetre antikvár forgalomban ez a kötet elég magas áron megy, tehát a legjobb esetben is egy 580-600 példány készült, ezeknek egy része nyilván az idők folyamán megsemmisült. A 90-es években a Cserépfalvi kiadó ezt egy hasonmás kiadásban megjelentette, nyilván az csak a hangulatot idézi fel, az egykori tipográfus Hajman György külsejére ezzel a hasonmás kiadvánnyal nem volt megelégedve. Az ismert versek közül a Himnusz a békéhez című vers szerepel ebben a kötetben, amelynek ismert sorai, hogy forgószázadoknak ritka éke, szóltam hozzád, könnyű léptő béke, az első ekloga, de az egész kötet, én úgy gondolom, a magyar irodalomban nagyon szervesen beépült Radnóti életmű ismert része.